Feltétlenül ott leszek, imádom az esküvőket, és a tiéd, kedvesem, egészen különleges alkalomnak ígérkezik. Egy tengeri nimfa összeköti a sorsát egy földi halandóval. Nem annyira egyszerű, Péleusz király! Király? Akkor biztosan tudja, milyen egy jó buli. Annyira izgatott vagyok, remélem minden jól fog sikerülni. Persze, persze, de ha megfogadsz egy tanácsot... Hogyne, hallgatlak. Csak olyanokat hív meg, akik méltóak az Olimposziát társaságára. Ó, igazad van. Ugye eljössz az esküvőmre, Athéné? Természetesen. Biztosan nagyon szép ünnepség lesz. Bízom benne, roppant nagy figyelmet fordítottunk az előkészületekre. Ne aggódj, ezt az esküvőt évezredekig emlegetik majd Hellászban. Csak? Jól nézzétek át a meghívottak listáját. Hogy érted? Úgy szívem, hogy mi olimposziak fergeteges partikhoz szoktunk. Köztünk nincs hely a buligyilkosnak. De... Na hát, Afrodité, megtisztelnél azzal, hogy eljössz az esküvőmre? Ki nem, hogy nem. Régen volt már alkalmunk ilyen fényes eseményen részt venni. Mikor is? Csak nem Héraklisz is meg a esküvőire gondolsz? Igen, az elég jól sikerült. Bár... Bár... Mire gondolsz? Mondd, Tétis, tengeristennők leghatalmasabbika. Akarod, hogy az esküvőd emlékezetes legyen? Persze! Akkor fogadd meg tanácsomat. Köztük nincs olyannak, aki elronthatná jó kedvünket. Kire gondolsz? Jöjj velem! Érisz, a nyugalom és biztonság istennője, bánatos szívvel hallgatta társnőit. Ám ekkor fellegtorla szóló Zeus és földrázó Poszeidon jött, ez zavarta meg gondolatait. Öcsém, mennyire várom már a hétvégi bulit? Végre mulatunk egy jót. Rossz előérzetem van, bátyám. Félek, e világon végzetes visszájá válik, ha hölgyeink ismét megfeledkeznek az önmérsékletről. Ugyan, mi másról is szólna számunkra egy ilyen alkalom, mint a dögös ruháról, a kifogástalan sminkről és a tökéletes frizuráról. Amit 6 pohár nektár után már észre sem veszünk. Jó, hát pont erről szól egy jó parti. Na ezért jobb a tenger mélyén. Nicsak, Iris, milyen szomorú? Hogy lenne már szomorú a nyugalom és biztonság istennője? Hoppá, tényleg az. Csak nem bántott meg valaki. Nem. Poszeidon, hívd a szobrászat múzsáját, márványba véseti a duzzogás szobrát. Bátyám, a szobrászatnak nincs múzsája. A 9 múzsa ugyebár a művészet, a tánc... Jól van. Iris, mi bánt? Nem hívtak meg engem Tétis és Péleusz király esküvőjére. Elfeledkeztek rólad? Nem, szánt szándékkal. Á, ezt nem hiszem el, Tétis! Szépfürtű Tétis nem léphetett előválasztodásra, hisz a klasszikus görög dráma szabályai szerint a kar mellett legfőjebb 3 színész állhat a színpadon. Ó, hogy az a... Öcsém, volná szíves lelépni? Még mit nem? Ezek az ostoba libák merő irítségből megbántották Iriszt. Milyen istennők ezek? Görögök, épp olyanok, mint az emberek. Ne dühöngj, öcsém, én sem vagyok különb, te sem vagy különb. De még Iris, a nyugalom és biztonság... Nyugalom, biztonság? Hát ez várt nektek, hogy én külön vagyok mindannyiatoknál. Megálljatok! Iris, mire készülsz? Megállj, mi az ott nálad? Najgrasivišovo. Sapsi je sundarko. To mu njaj kasniši mu. Adam es beja. A più bello. Gej, se me da.
To the most beautiful. A legszebbnek. Ó, köszönöm. Köszönöm szépen, engem illet. Még mit nem, az enyém. Mégis miért lenne a tét, csak is engem illet. Nézd meg, mi van ráírva. Pont az, hogy az enyém. Elég! Ezt meg kell oldanunk. Megvannak a laborjelentések. A kérdéses tárgyon azonosítható DNS mintát találtak. Van egyezés? Van. Érisé. Hozzátok be! Mit tettél? Nem csináltam semmit! Úgy, semmit. Te ostoba! Meggondolatlanságoddal lángba borítod a világot! Olyan háború szabadulhat ránk, ami tízezrek életébe kerülhet. Azt nem akartam! Nem vagy többé méltó arra, hogy a nyugalom és a biztonság istennője légy. Megfosztunk tisztségettől! Azt nem tehetitek! Bármit megtehetünk. Mától a neved mindenki számára a viszályt idézi majd. És most mi a terv? Talán akadna valaki, aki meg tudja hozni a döntést. Valaki, aki képes helyesen dönteni. Keresem, meg is van, lássuk. Trója hercege, de a fiatalabbik. Vagyis van elég pénz és hatalma, de nem nyomja felelősség a vállait. Művelt, világot látott, de kedveli az egyszerűséget. Kellőképp bölcs, erre van szükségünk. Jóképű, népszerű fiú. Nem házasodott, de van egy elég komoly kapcsolata. Mit tudunk a lányról? Semmi extra, hétköznapi lány, de úgy tűnik, nagyon kedveli Páriszt. Párisz? Találtunk egy boldog, elégedett embert. Akkor tud helyesen dönteni. Ez működhet, mit szóltok? Nem bánom, bízzuk rá. Döntsön Páriszt. Hol van most? Küldöm a koordinátákat a telótokra. Indulás! Thank you.
zenét, ha kérhetem. Már itt vannak a vendégek. Remélem, jól érzik magukat. Igen? Kényelmesen ülnek? Nincs túlságosan meleg? Rendben van. Alkínosz a fajákok királya, híres a vendég szeretetéről. Artéria anomália, gyertek, foglaljuk el helyünket, már is érkezik a király. Igen, királynő. Gyere csak, barátom, hadd mutassalak be. Kedves vendégem! Talán többen ismeritek is, ő itt Homérosz, utazó és meséíró. Költő, dalnok, énekmondó. Bocsáss meg Alkínosz királynak, Homérosz mester. Titokban irigyelt téged barangolásaidért. Nem is titokban. Nyíltan kimondom. Bár én is útra kelhetnék, de teljesen lefoglalnak országom igyei. Mondd, Homérosz, csak ugyan jártál Egyiptomban? Egyenesen a nagy Ramszesz udvarában, felség. Agamennon nagy király jelöljával vetődtünk oda, de egyszer majd még feltett szándékom van el visszatérni a Nílus völgyébe. Atyám, ezt nem fogod elhinni. Hogy csak így berontasz? Anélkül, hogy üdvözölnéd a vendégeket? Ezt tényleg nem hiszem el. Kezd előről. De találd meg egy pucér pasit a tengerparton. Mit hallok? Alkínosz, küldj katonákat, kergessék el azt a szégyentelent. Ne, már itt van. Hol? Nem látom. Tényleg romlik mostában látásom. Ugye nem hoztál ide egy pasit pucéran? Nem, atyám, előbb adtam neki ruhát. Na, Uszika, de szólva egyettél egy csupasz férfival, ráadásul fel is öltöztetted. De hajótörés szenvedett szegény. Ki tudja, mióta hánykolódott a tengeren étlen szomjan? Ó, egy hajótörött. Vajon honnan jöhetett? Na, Alkínosz, ne kezd megint. Bocsáss meg, Homérosz mester. Felséges uram trónörökös kora óta nem bírja megállni, hogy ki ne faggassa a fajákok szigetére vetődőket. Remélem, lányom. Rua mellett ennivalóval is megkínáltad, ahogy a faják vendég barátsághoz illik. Persze, atyám. Akarod látni? Alkínosz, komolyan aggódom, hogy... Lépjen be! De hiszen ez, ha nem se a szemem, csak ugyan te vagy az Odysseus. Légy üdvözölve, Ithaka királya! Törődöttnek tűnsz, nagy hírű harcos, gyengének, mint az őszi falevél. Most már biztonságban vagy, pihenj meg termeimben. Na hát, Nausziká, a leghíresebb görög harcosra sikerült rábukkannod a tengerparton. Igazából úgy volt, hogy fejbe dobtam labdával. Bár én dobnék fejbe egy jó képű izmosászás hőst. Ne olyan hevesen, Artéria. Felesége és fia várja odahaza. Már a Péneoplé várja még egyáltalán. Ennyi idő alatt miért ne végösszorodott van egy másik, szemrevaló ifjú karjaiban? Talán mert töretlenül hűséges? Emlékeztek a fiára, aki tavaly járt itt? Hű, de még mennyire. Mondani nem esett messze az álma a fájától. Tényleg elég cuki volt? Zabálni való, aranyosan. És kellően kétségbe esett, amiért az otthonában hivatlan kérők randalíroznak, ami alatt az anyukája kézműveskedésbe menekült, az apukája meg ki tudja, éle még. Na legalább most már tudjuk, hogy él. De azt még mindig nem tudjuk, hol kószált a sok-sok esztendő alatt. Figyeljünk csak, tám most kiderül, merre járt Trója el este óta. Mesélj mindent, Odysseus! Tehát hajóra szálltunk társaimmal, ott volt minden barátom. Eurolokosz, Sügériosz, Kanáriosz, Tantusz, Rébusz, na meg Totál Káosz. Srácok, nekem tulajdonképpen még nem igazán van kedvem hazamenni. Jó kis buli volt ez a trójai háború, az egyszer biztos. Kár, hogy kicsit elhúzódott. Túl sokat vártunk, aztán a végén alig harcoltunk. De hogy átvertük őket, igaz, Odysseus? Az a falovas cser brutál jó volt. Odysseus, figyelsz? Nézzétek egy sziget! Csúcs! Támadjuk meg őket most, amíg még nyerő Szíriában vagyunk. Ez az Ithakaiak új kaland, új zsákmány. Hol az íjam? Hol a dárdám? Apám, miért is nem a tömegpusztító fegyverek korában élünk? Nem is tudom, fiúk. Épp most osztunk meg éppen egy elég durva hadjáratot. Ja, igazad van, Sügériosz. Én is inkább otthon lennék már. Az emberiség nagy dilemmája.
Új kaland, vagy a biztos megszokás? Látod, Homérosz mester, ha efféle történeteket hallok, magam is legszívesebben hajóra szállnék. Igazad van, királyom, ahogy a mágus is mondta, a világ nem a könyveidben és a térképeidben van, hanem odakint. Ahogy azt is megmondta, ha többre becsülnék a hazát az arany helyett, a világ sokkal derűsebb hely lenne. Ne hallgass rá, felség! De tényleg, ha egyszer oda hazavárták őket, hogy is juthatott egyáltalán eszükbe kódorgással késleltetni a hazatérést? Ez csak is az istenek beavatkozásával magyarázható. Naja, Poseidon haragja, zéró kaland vagy. Talán, ha tovább hallgatnánk Odysseus beszámolján, biztos vagyok abban, hogy csak hamar szörnyű veszedelmmel kell majd szembenézniük. Mondjuk, elég barátságosnak tűnik ez a hely. Nem is tudom. Sokszor a horrorfilmek elejét is ilyen helyeken forgatják. Meseszép part, árnyas ligetek, csobogó patak. És nézzétek mennyi kecske, meg bárányok is! Imádom a kecskéket és a bárányokat is, nézzük meg őket, szálljon ki! Ha már itt vagyunk, körül kell néznünk. Valaki lakhat itt. Nyilván a pásztor, ki más. Jaj, nekem egy óriás! Szerintem nem annyira óriás. Méghozzá egy küklopsz. Meneküljünk! Nem megyek. Meg kell néznem. Még sosem láttam küklopszot. Ti meg kik vagytok? Ahály harcosok vagyunk, Agamemnon nagy király seregéhez tartozunk. És mit kerestek itt? Most jövünk Trójából. Komoly, de és mi lett a meccs vége? Ugye nem akarod Dárdáról Dárdára? Erre itt a 10 évig húzódó háborút. Dehogy nem. Hallani akarok Achilleus minden dárdadobásáról, Hector minden karcsapásáról. Jaj, nem is óriás. Csak egy mi hasznak is emberizünk. Nem mész innen? Fiúk, olvasmány élményeim alapján nem jó szemtelenkedni egy ismeretlen helyen élő rejtélyes idegennel. Pláne, ha ilyen sejtelmes kisugárzással bír. Úgyhogy az lesz a legjobb, ha belevágunk a históriába. De hol is kezdjük? Hát a legelején, moziba se ülök be a film közepén. Ó, egy pillanat. Na, jöhet a mese. Az úgy volt, hogy Érist, a Vissza istennőjét nem hívták meg Ténisz nimfa és Péleusz király esküvőjére. Csúcs, tisztára Csipke Rózsika, hogy is hívnak téged? Én csak egy senki vagyok egy történet hősei között. Örvendek senki, Polifémosz, a titkok titkának költője. Na, lökjek tovább. Csak szólok, hogy ez így izé, nem igazán epikus. Egy igazi hős sosem tenne így. Legfeljebb fongyányit átírod, Homérosz mester, ha eposzt kívánsz kanyarítani a történetből. Na ja, ha a sztorit el akarjuk adni, muszáj lesz ezt a bugyuta kalandot véreztett a visszataszító megpróbáltatásként lefesteni. Azért cseppet meglepő, hogy találtak ismeretlen szigetet az égei tengeren. Esküdni mertem volna, hogy a hellé hajósok már minden zugot feltérképeztek. Mintha hallottam volna már hírét ennek a Polifémosznak. Ha nem tévedek, Polifémosz azt jelenti sok hírű. Igen, az a halász mondta, aki múltkor elveszett a viharos tengeren. És amikor a napszúrástól és az éjségtől félholtan megmentettük, mindenféle zagyvasággal tömte a fejedet, felséges uram. Polifémosz, a sok hírű. Nem lehet más, mint a kegyetlen, emberevő óriás, aki... Nem látott a világ nálunk büszkébb társaságot, perlekedő és makacs férfiúkat, akiknek mindegyike meg volt győződve, hogy nélküle kudarcot valana a háború. Psst, már alszik! Most mit évők legyünk? Ki kell jutnunk ebből a barlangból? Dehogy kell kijutnunk, nem aludtátok? Mit?
Démosz azt mondta, ő a titkok titkának őrzője. Mi lenne, ha... Á, nem jó! Mi lenne, ha... Á, nem jó! És mi lenne, ha... Á, nem jó! Mi nem jó? Ezt elboltáztuk! Jaj, ne folyjál fel egészben, légyci! Ostoba, caciki falu, ahályok, miért bántanálok benneteket? Upszi, tényleg, bocsika, hozzászoknunk a sok zavos mitológiai szörnyhöz. Ó, ti nem tudjátok, hogy ők valójában vagy írtócukik, vagy csak a gyagyás krónikások esnek folyton folyvást költői túlzásba. Ez esetben köszönjük szépen a vendéglátást. Ha bármikor felénk jársz, szívesen látunk egy jó kávéra. Na, arra pont nem. Nem ismerjük a kávét. Komolyan. Cappuccino, latte? Sajnos, gőzünk sincs róla. Ám esetleg már megbocsáss, de egy gyötör a kíváncsiság mi a titkok titka, aminek te vagy az őrzője. Állj már, Leodysseus. Leroztuk meg valamennyit. Ne kísértsük tovább a szerencsét. Vár az otthon békéje. Aki kíváncsi, hamar megöregszik, de miért is ne? Megmutatom, milyen páratlan csodát rejt a barlangon mélye. Van itt valaki? Sehol senki. Tessék, lemaradtunk az elejére. Hoppá, mégiscsak van itt valaki. Elnézést, régóta megy már a mese. Tessék? Tényleg lemaradtunk az elejéről. És izgalmas, vicces, parádés a szereposztás. Tragédiosz. Komédiosz. Mit kerestek ti itt? Hallottuk a hírt, hogy a hős Odysseus itt vendégeskedik. És közben elmeséli, mi minden történt vele a hosszú hajóúton, Trójától idáig. Persze, ahogy azt is biztosan hallottatok, milyen jó képű Daliás. És nyilván azt is, hogy hazavárja a feleséget. Mindent hallottunk, sőt, már ódákat is zengtünk hűséges hitvesséről. De attól még égünk a vágytól, hogy személyesen is láthassuk a legendás bajnokot. Nos, tudnotok kell, hogy a fényes hírű Odysseus, hogy is mondjam, mintha történt volna vele valami, de tulajdonképpen Alkinosz király biztosan szívesen lát majd benneteket. És szerencsétekre mindig is kedvelte a költészetet. Nicsak, újabb vendégek! Homérosz mester, ismerd meg a poétákat, akik a déli szigetekről érkeztek. Bocsáss meg, emiatt megzavartod, nagy király. De a hírek, melyeket hoztunk, kétségtelenül érdekelnek majd. Látod, Homérosz, így kell információkat szerezni a nagyvilágból, anélkül, hogy veszélybe sodornád magad. Beszéltek. Hol is kezdjem? Királyném, ezek a folyácák nem is híreket hoztak. Csak a Odysseus akarják látni. Jól tudjátok, hogy ez édes mindegy. Alkinosz nem állhatja meg, hogy ki ne faggasson bárkit, akik a fajákok szigetére beteszi a lábát. Legyen bár csak egy szardínia. De a szardíniáknak nincs lábuk? Egy büteseg. Először is új, tengeri nézők befogadó amfiteátrum épül Epidaurosban. Bár láthatnám, sajnos a hajóút odafelé kissé veszélyesnek minősül. Tudni illik, a közeli tengerszorosban tanyázik Karybdisz, aki napi háromszor beszívja, majd kizúdítja a vizet, ezzel halálos veszélybe sodorva a hajósokat. Azt a... Nem már, ezt most találja ki. Éppen vele szemben egy sziklaüregben rejtőzik a 12 karú 6 fejű szörny Skylla, aki felfalja az arra hajózókat. Ez hülyeség. Ja, így születnek a rémhírek. Ráadásul ezek igen közel vannak egymáshoz, de mielőtt rátérnénk, királyom, hogyan jutottunk át a két szörnyetek között, esetleg köszönhetnénk a leleményes Odysseust? Igen, és esetleg autogramot is kérhetnénk tőle. Hol találjuk? Milyen hamar elterjedt a híre, hogy Odysseus itt tartózkodik? Ha nem tényleg, hol is van most? Odysseus.
márpedig ez a legnagyobb ostobaság, amit valaha is hallottam. De miért? Mi baj lehet belőle? Mi baj lehet belőle? Sügériasz, te totál megbudjantál! Ne höbörög már, Kanáriasz! Neked tán nem fordult meg a fejedbe, hogy kipróbál? Nem kell mindig a legrosszabbra gondolni, Tantusz. Légy bizakodó! Bátorkodom megjegyezni, hogy Odysseus mindez idáig nem szokott ostobaságokat csinálni. Vagy csak ritkán, de legalábbis nem fontos dolgokban. Most komolyan, ezek mindig ezt csinálják? Többnyire ennél durvábban is cserélnek eszmét. Általában meg is dobálják egymást, de verekedni azért nem szoktak. Állj már le, Odysseus, és induljunk haza. Barátom, ne tarts vissza! Hajt a kíváncsiság, legyetek ti is részei a csodának! Meglátodik, majd szívesen fogadnak. Nem is tudom, mintha már felléptünk volna ebbe a palotába. Jaj, de hogy is, csak olyan egyformák ezek a görög paloták. Az igaz, csak oszlop, mögött áll egy tenger, ezek itt dolog vagy jó? Nem mindegy, szívecském, félre beleszeressenek a hangunkba. Hamarosan újabb rajongókat szerzünk. Ha csak nem süketek, mint a... Ékszerteknős? Nagy ágyút akartam mondani, de az ékszerteknős is jól lesz, drágám. Mi csak újabb vendégek, akkor örülni fog. Fogadhoz tartunk a tifjúlat. Minden bizonnyal Nausicaa király kisasszonyhoz van szerencsénk, nem de bár? Így van, mi pedig engedd meg, hogy eldaloljuk. 3, 2, 1. Mi ez az égtelen macska zene? Te nem nyertél felséget tetszését? Mondtam, égszerteknős. Se baj, tudunk mást is. Elég! Ez aztán a fűsértő felségsértés. Nausicaa, te tudod, kik ezek a fura népek? Én is épp ezt kérdeztem tőlük, amikor... Amikor azt mondtuk, hogy eldaloljuk. 3, 2, 1. Zene! Ám! Már elnézést, de tudomásom szerint ebben a palotában kedvelik a zenét. Igen, a zenét. És az énekszó. Ám valami, amit még jobban kedvelünk. Az énekszónál is jobban? A tiéteknél legalábbis. Esetleg nem mesélnétek arról, amit utatok során tapasztaltatok? Boldogan eldaloljuk a turné minden egyes állomását. Lehetne esetleg prózában? Úgy izé gyorsabb, és közben Odysseus történetét hallgatjuk. Komolyan? A falovas fickóé? Azt beszélik, a hősbajnak megtört szívvel vetődött partra. Mintha előre látnám, mennyi viszontagság vár még ezután is rá. Csak ugyan őtök beszámolod? Csatlakozhatunk mi is? Rögtön, miután elmondtátok röviden, és nem dalban, hogy miféle érdekességeket tapasztaltatok utatok során. Lássuk csak, láttunk egy szigetet, ahol eszméletlenül jól kinéző szárnyas csajok énekeltek, viszont piszok beképzeltek voltak. Azt mondták, csupán a hangjukra buknak a pasik. Azok szirének lehettek. Aztán megálltunk egy sziketen, ahol az egész lakosság vegetáriánus volt. Minket is csak virágszirommal kínáltak. Amikor már kopogott a szemünk is az éjségtől, húztunk is egy gyorsan, egyenesen az első kiraszasi. Csak nem a lótuszevők voltak. Akkor hol is van Odysseus? Odysseus! Szegény Odysseus, pedig mondtuk neki, hogy ne tegye. Jó, és hallgatott ránk valaha is? De ki gondolta volna, hogy ez lesz a vége? És most mit évők legyünk? És hol van Eurylochosz? Itt jön mögöttem. Hát ott nem jön. Akkor hol van? Totálka azt is azt kérdezte. Menjünk vissza, nézzük meg. Hogy végre ide értünk. De hol találjuk a királynét? Micsoda kellemes meglepetés. El se tudjátok képzelni, mennyire vártam, hogy újra együtt táncoljunk.
Hogyan? Már nem pártfogója a kínosz király a művészeteket? Dehogy nem, csak manapság jobban vonzódik az úti beszámolókhoz. A mi út élményeink elnyerik majd a tetszését, de addig is töltsük kellemesen az időnket. Zenészek! Ez az, hanem hárman kissé kevesen vagyunk a körtánchoz. Hiszen annyi ember ül itt. Csak nem hitték, hogy vendégeskedhetnek egy görög király udvarába anélkül, hogy benne állnál a táncba. Csak nem hitték, hogy részt vehetnek egy ilyen eseményen anélkül, hogy ne molesztálnánk az első sorokban ülőket. Meg a hátulülőket is. Gyerünk, gyerünk bátran. Jöjjenek csak, most lehet gyakorolni a közelgő görög nyaralásra. Mi jönnek? Köszönjük szépen, remélem nem volt fárasztó. Köszönjük. Számodra is tartogatunk némi kikapcsolódást. Ozán, elképesztő dolgokat láttunk, miközben idefelé jöttünk. Valóban? Hadd halljuk. Útunk során varázslatos, pompás szigeten jártunk, mely teli volt mindenféle ámulatbejtő növényekkel és szelíd állatokkal. Csak nem Kirkénél jártatok a boszorkánynál? Na most attól még, hogy valaki ismeri a növényeket, mint a tenyerét, és ért az állatok nyelvét, még nem boszorkány. Jó, akkor varázslunk. Még hogy varázslat, csak kellő akaraterő és sok munka. Még szebb volt azonban az a sziget, ahol utána jártunk. Homokos strand, kristálytiszta víz, a közelben árnyat adó barlang, csend és nyugalom, ideális hely a relaxáláshoz. Egész éjjelken át táncoltunk a holdfényes parton a szépséges nimfával, aki ott él. Kalypszó? Nem uram, az ő neve Kolompszó, az enyém meg Dobszó. Van kedved velünk táncolni? Szó sem lehet táncról, amíg meg nem tudom, hogy az egykori bajnok tekintetéből miért hunyt ki a fény. Mint a súlyos terhet hordozna. Odysseus! Nem értem, hogy tehette ezt. És a titokba utána mennénk? Minek? Megmondta, hogy fölöslegesek vagyunk. Ha most mi is elmegyünk, cserben hagyjuk. Ha meg belemaradunk, lehet, hogy soha többé nem jutunk haza. És sajta sem segíthetünk. Nem hittem volna, hogy a leleményes, hőszívű, fényes Odysseust végül tédre kényszeríti az irányítatlan valóság. Lehet, hogy csak azért zavart el minket, mert tudta, hogy biztonságban hazaérhetünk. Plusz annak az esélye, hogy a saját otthonodban gyilkoljon meg egy sziopata kacsa, igen csekély. Na menjünk. Az egészet nem értem, valaki elmagyarázná? Parancsolj velük, valaki az király. Hát, ti meg miféle művészek vagytok? Már elnézést, de tudósok vagyunk. Ennél fogva könnyedén megválaszoljuk az összes felmerülő kérdést. Akkor először is a... Először is a görögök azért tévednek a hajózás közben, mert nem ismerik az iránytűt. Ókori Hellász, általános iskola 5. osztály. Viszont ismerik a csillagokat és a szelet.
Erről viszont egy Ailosz nemű nagyzoló figura azt állította, hogy bezárta őket egy ládába. Ami nyilvánvaló ostobaság, mivel a szél, a levegő mozgása, áramlása egyik helyről a másikra, megvalósulásának fizikai lehetősége meglehetősen csekély. Egész pontosan az 1,223 milliárdhoz. Magasságos ég, ezek totál zakkantak. Már, bocsánat. De amink egy zsenére val, az önöké pedig épp ellenkezőleg nem veszem figyelembe az egyébként sértő megjegyzést. Most akkor lehülyéztél? Kicsit bővebben, élesen barátom arra célzott, hogy a városokat porrá égető szörnyeket lemészárló vállalkozások pergamenre vetése nem összemérhető teljesítményű, ami tudományos, gigantikus elmény korszakváltó eredményeivel. Királyom, meddig hallgatod még ezt? Elég olyan szigorú, Homérosz. Engem szórakoztatnak ezek a fickók. Na mondjátok, miket tapasztaltatok utatok során? Attól függ, milyenekre gondol. Van ugyebár művészeti, matematikai, orvostudomány. Jaj, ne, annyi sületlenséget hallottam már ma. Szedjétek elő a legelső eszemen sztorit, csak essünk túl már rajta. Nos, eszemen, láttunk egy szigetet, ahol hófehértelnek legeltek. Közelebb akartunk menni, hogy megnézzük albinók-e. Mert ugyebár van a tehénből a fekete-fehér, a vöröses-barna, no meg a lila. De a pásztor nem engedte. Azt mondta, hogy ezek Hélosz napisten termei. És minek a napistennek tehén? A tehenet azért tartják, hogy tejet adjon. Az istenek pedig nektárt isznak. Házi kedvencnek meg miért pont tehenet tartana? Nem dorombol, nem védi a házat, be sem fér az ágyba. Páratlanul éles elmétekkel meg tudjátok-e mondani, hogy az egykori bajnok tekintetéből miért hunyt ki a fény? Á, Odysseus! Nos, megtudjuk végre, mi történt veled Polifémosz barlangjában? Igen, folytasd a történetet! Igazából már nem vagyok az az ember, aki a barlangba belépett. Oda bent a barlang mélyén forrás fakad. Vize egy kis medencében gyűlik össze is, aki abba belenéz, a jövőjét láthatja meg. De hiszen ez csodálatos. Ne hidd, Durdan. Legrosszabb, ami emberrel történhet. Ne tréfálj, mi abban rossz, ha ismered a jövőt? Nem tudsz az ellen tenni, amit elkerülnél, és fölösleges küzdened azért, amiért vágysz. Hiszen így is úgy is bekövetkezik. Ellenben semmi sem ér váratlanul. Éppen ezért értelmét veszti valamennyi célom, s minden reményem. Ne csüggedj, Odysseus. Legendás előményességed biztosan nem hagyságban. Amikor bizton tudod, hogy döntéseid semmi szerepet sem kapnak a történet alakításában, az elméd is megbénul. De ez itt egy mítosz, ahol úgy van rendjén, hogy a király visszatér. Nos, igen. Úgy emlékszem, hazajutok. Nem értem, mi baja. Hazamegy. Biztosan megtalálja a családját. Rendet tesz a szigetén, boldogan él, amíg meg nem. Ugye kíváncsiak vagytok, mi a Odysseus történetének a legvége. Nos, attól tartok, annak kénytelenek lesznek magatok utána járni. Nem az a fontos, hogy meghal valaki, hanem az, hogy hogyan és miért hal meg. És hogy emlékszik-e majd ránk valaki, ha már meghaltunk. Az, hogy valaki a tengerbe vész, valamiképpen egy választás következménye. Ha azok az emberek otthon maradtak volna, hogy a kis konyhakertjüket műveljék és szardinát hászanak, talán biztonságban lettek volna. Ám arra vártak, hogy megtudják, mi van a látóhatár mögött. Mert az emberek legszebb küldetése a tudás kalandja. Tisztelegjünk a bátorságuk előtt. Szegény Odysseus, most mit évő leszel? Bárhogyan is lesz, haza kell jutnom. Csak nem tudom, hogyan. Ebben könnyen segíthetek. Rendelkezésedre áll egy jól felszerelt hajó, mely gyorsan hazaröpíti takára. A dalnokok majd megéneklik jó szívedet, Alkínosz király. Hanem akad itt még egy nagyobb probléma. Nézz körül udvarodban, királyom! Vendégbarátságodnak hála, művészek, tudósok, mindenféle népek várják, hogy részesei legyenek a történetnek. Mi a feladat, uram?
Meg kell akadályoznunk, hogy bárki bejutván Polifémosz barlangjába megpillantsa a jövőjét, és ezzel Odüsszeusz sorsára jusson. Királyom, ez bízd rám. Megírom Odüsszeusz útjának történetét, de nem kevés módosítással. Úgy, hogy ne legyen ember, aki követné merné bolyongásait, így halandó többé nem teszi a lábát Polifémosz szigetére. Úgy legyen! És ha utat során, vándor, mégis rábukkalnál a rejtélyes barlang mélyén arra a titokzatos forrásra, csak fordíts hátat. Hisz a föld azért gömbölyű, hogy ne lássunk túl messzire utunkon. Thank you.